Sziasztok! Itt vagyunk a Freezer Gymben, és a mai nap a Jim Beam jó voltából végig szaladunk Arnold Schwarzenegger melledzésén. Arnold idejében a 70-es, 80-as években nem feltétlenül annyira a gépek irányába mozdultak el a sportolók, a szabadsúlyokat favorizálták. Egy 30 fokos fekvenyomással fogunk kezdeni. Ő nagyon széles fogást alkalmazott, ezzel próbálta kifejezetten a mellizmát terhelni, tehát a könyök, mivel kevesebb munkát kap, ezért a triceps kevésbé tud rá segíteni. Egy kicsit veszélyesebb mell szempontjából, tehát könnyebben tud sérülni a mellett vállad, de nem is használt olyan relatív nagy súlyokat, úgyhogy lássunk neki. Túl vagyunk az első gyakorlaton, a 30 fokos nyomáson, ami a bemelegítése és egyben a csúcspontja is volt ennek az edzésnek, azért, mert itt előttük magunkat effektív sok sorozattal. A bemelegítéstől eljutottunk egy relatív magas súlyig. Kifacsartuk magunkat, a második gyakorlatunk tárogatás egy kicsit szögbe a vállam miatt. Próbáljuk továbbra is bentartani a már vérrel telítődött mellkasunkban a feszültséget, hogy a izompója tovább táguljon. A fasciára törekszünk most, és próbáljuk maximálisan elfárasztani a mellünket. Ha már Arnold és melledzés, akkor a 2022-es Arnold Klasszikon kapott atlétámba folytatjuk az edzést, ami számomra egy gyereke. Egy saját esős gyakorlattal folytatjuk, tolódzkodunk, merre. Kicsit görbítünk a háton, kifelé néznek a könyök, és próbáljunk egy ilyen, mint egy negatív melltolást végezni, és a nehezítés része pedig az lesz, hogy plusz súlyt fogunk használni. Ez a nehezített tárogatás nem tudott annyira kifacsarni, mert több ismétlést már nem tudsz csinálni, de amikor leszállsz, akkor rájössz, hogy azért maradt még benned, amit nem tudtál kihozni. Úgyhogy szedbe kapcsoltuk egy ilyen sittes tolózkodásra, amit megint csak nagyon szeretett, nagyon favorizált Arnold. Úgyhogy egy ilyen két tolózkodás típus szett a folytatásunk. Befejezésképp egy csigás keresztszúzás, egy nagyon klasszikus gyakorlat. Nekem az egyik kedvenc képem Arnolddal pont egy ilyen gyakorlat közben készült. Ennyi volt ma Arnold melledzése, ezt képzeljétek el egy 2,5 órában. Tök jó volt így átszellemülni és egy kicsit így a 70-es évek erája szerinti edzést folytatni. Ha tetszett a videó, lájkoljatok, és kövessétek be a YouTube csatornánkat. Sziasztok!